Jó napot kívánok! Advent beköszöntével Cerdömölkön, valamint az Alsóság és Izsákfai városrészen is felgyújt az első gyertyalángja a köztéri adventi koszorúkon. A műsorral egybekötött gyertyagyújtási programokra december 2-án került sor mindhárom helyszínen. Szombat délután először az Izsákfai, majd az Alsósági városrészen lobbant fel a települések adventi koszorújának első gyertyalángja. Mindkét program keretében köszöntőt mondott Fehér László polgármester és Majláth Tihamér katolikus plébános, valamint Kerekes Csaba evangélikus lelkész mondták el ünnepi gondolataikat. Műsorral közreműködtek a városi óvoda alsósági tagóvodájának gyermekei. Ahogy a két város részen a templomba, úgy Celdömökön a művelődési központ előcsarnokába parancsolta be a gyertyagyújtási rendezvényt az időjárás, ahol elsőként a Liszt Ferenc vegyeskar tagjai varázsoltak meghitt hangulatot szebbnél szebb dalaikkal. Ezt követően ezen helyszínen is Fehér László polgármester mondta el a közelgő ünnepjegyében köszöntő gondolatait. Rácz Dénes evangélikus lelkész, Major Lehel református lelkész és Rátkai István diakónus ökumenikus igehirdetése után Rátkai István megáldotta az adventi koszorút, majd Fehér László polgármester, Henc Kornél alpolgármester, Gasztonyiné Fódi Zita humán bizottsági elnök és a három egyház képviselője meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját, mely a hitet jelképezi. Az ezt követő ünnepi műsorban elsőként a városi óvoda koptikúti óvodásai szerepeltek, őket követte a Tücsök bábcsoport. December 6-a közelettével a Görz Csak Csajok formáció Mikulásváró dalokkal csalogatta a gyermekközönség körébe a nagy szakálút, aki kisvártatva meg is érkezett, megjutalmazva a bátran verselő, éneklő kicsiket. Varga Diana és tanítványai ezután félórás koncerttel folytatták a közönség szórakoztatását a karácsonyi ünnephez kapcsolódó slágerekkel. A gyertyagyújtási rendezvény utolsó fellépője az Eldorado zenekar volt, Szekér Alexandra és Illés Attila is közismert és népszerű könnyű zenei dalokkal örvendeztette meg a program résztvevőit. Az adventi rendezvények programkínálata idén is kiegészül a karácsonyi meglepetések vásárával, ahol számos kereskedő kínálja portékáit. A két civil egyesület, az Együtt Celdömök Városért Egyesület és a Cselekvő Összefogással Celdömökért Egyesület tagjai pedig hétről hétre ünnepi kínálóval várják a rendezvény résztvevőit. Immáron 18. alkalommal adták át a vármegyei Prima Primissima díjakat. A gálaest megtartására november 25-én került sor a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban, mely során dr. Kovács Antal szülésznőgyógyász főorvos is kitüntetésben részesült. Akinek tele a zsebe, legyen meleg a szíve. Demián Sándor a Prima Primissima díj alapítójának híres és sokat kifejező mondata igazolja leginkább az esemény szellemiségét. Az alapító gondolatait továbbvíve rendezi meg évről évre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Vas megyei szervezete a Prima Primissima díját adott. A rangos eseményen többek között a művészet, tudomány, kultúra, sport és társadalmi szerepvállalás területén kiemelkedő személyeket tüntetik ki. Idén 18. alkalommal szervezték meg a Vasvár megyei gálaestet, melynek a Szombathelyi Vörös Sándor Színház adott otthont november 25-én szombaton. A 10 kategória győztes közül 3-an vehették át a Prima díjat, így dr. Kovács Antal szülésznőgyógyász főorvos is részesült az elismerésben. Több évtizedes szakmai munkáját a tudomány kategóriájának győzteseként is díjazták. Dr. Kovács Antal neve mindenki számára ismerősen csenghet Celdömölkön és környékén. Hivatását példamutatóan gyakorolta városunk szülészeti osztályát vezetve sok-sok éven át. Nem is létezik olyan Celdömölki, akinek ismertségi körében legalább egy csecsemőt ne ő segített volna a világra. Doktor úrral a díjátadót követő héten beszélgettünk, aki még ekkor is megilletődve mesélt az élményeiről. Először is szeretném megköszönni a Celdömölk és környékig szavazóinak, akik rám szavaztak, és ebbe a kifejezett örömteljes helyzetbe kerültem, hogy Prima Primissima díjat sikerült kapnom Vasvár megyébe. Mikor kerültem ide? 1990-től itt vagyok, 33 éve, ez tanúsítja azt hiszem, hogy a lojalitásom Celdömölk városa
iránt végső soron. Úgy gondolom, hogy az életemben talán majdnem mindig az első helyen volt a szülészet. Sokszor előfordult, hogy a családom és egészségem rövésére, de a szülészetről sohasem tettem le, és nem felelkeztem meg. A lelkiismeretes munka nem csak az enyém, és a sikerek nem csak az enyém, általam vezetett kollektíva tulajdonképpen 93-tól kinevezett osztályvezető főorvosa voltam a szülészetnek. Volt egy elvem, hogy a beteg vagy terhes, ha bejön a kórházba vagy szülészetre, azt gondolja, hogy hátrányos helyzetben volt, és ezt próbáltam, és mindenki az osztályról átvette azt, hogy a viselkedésünk, a hozzáállásunk a szavaival ne úgy viselkedjünk, hogy gondolja, hogy tényleg igaza van, hanem érezze jól magát. Szerencsénkre egy nem nagy osztály volt, és ebből merem állítani, hogy családias légkör volt a szülészeti osztályon belül. Ha egy dolgot kellene kiemelni a szülészeti munkában, mi lenne az, ami önnek a legnagyobb örömet okozta? Nekem sikeres szülések, a sikeres terhes gondozás, sikeres nőgyászati műtéttan, és a betegek elégedettsége, ami tulajdonképpen a visszhangon, gondolom, hogy a mostani szavazáson is tükröződött a Celldömölk és környéke. Ez nem csak az én értem, az osztály érdeke. Mindig tudta, hogy ezzel szeretne foglalkozni? Vagy mi volt ebben? Bennem? 1976-ban. Nem is 77-ben, mikor Marosvízen voltam házi orvos, és elkezdtem szülészkedni. És a maga szakma és az akkori Honpót György barátom nem késztetett, hogy rávezetett arra, hogy számomra ez a szakma való. És nem tévedett, és én se tévedtem, ha kellene választani, ugyanezt választani. Hozzávetőlegesen meg tudjuk határozni, mennyi gyermeket segít. Tessék elképzelni, hogy én 70-es évek végétől mostan 2023-ig nem tudnám megmondani, de rengeteget. Mert dolgoztam olyan helyen, ahol 2000 szülés volt, ahol 800-at, ami legalább felét én vezettem, nem tudnám megmondani rengeteget. Azt tudom mondani ellenbe, hogy celldömölki szülészeti osztály országosan azok a kórházok közé tartozott, ahol anyahalál nem volt. És ez egy indikátor, mutató egy osztály tevékenységéről. Rengeteget. Itt tulajdonképpen Celldömölkön eljutottunk, mikor kezdtük 200 valamennyitől 500 fölöttig, abból én körülbelül volt, amikor 350 szülést vezettem, ezt a munkatársaim megszámolták, mert majdnem az életem legtöbb részét itt a szülészeten töltöttem. Kettő díjat is megnyert, kettő kategóriát. Igen. És a jelenlegi Prima Primissima díját adom. Mi volt az első gondolat, ami önnek eszébe jutott? Nem jutott elhiggyem, hogy idáig értem. Erre csak az jutott, hogy jó lett volna, hogy a feleségem is tudja. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de ha egy mondatban meg kellene határozni a hivatástudatát, ami ezek alatt a gyönyörű szép évek alatt vezérelt, akkor mi lenne az? Hivatástudatom mindent a betegekért. Mindent. Első helyen vannak a betegek, és azután jönnek. Jövök mi. Az első betegek, az a betegek vagy a szülőnő ellátása az a motto. Lelkiismeret tudás szerint. Azt szeretném mondani, hogy jön az az időszak, mikor szintén lesz egy szülészeti osztály Celldömölkön, mert Kemenes Alja terhesei, nőbetegei megérdemlik.
Dr. Kovács Antal a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg diplomáját. 1990. októberében került a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészeti osztályára, ahol minden beteg bizalommal fordulhatott és fordult is hozzá sok éven keresztül. Karádi Mihály bizottsági elnök korábbi mentős, évekre visszanyúló baráti kapcsolatot ápol a medikussal, és nem is tud másképpen kizárólag elismerően nyilatkozni emberségéről, valamint hivatástudatáról. Hát ugye én 73-tól mentőztem, és mi kapcsolatunk tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor a Máltai Szeretetszolgálat Celdömölkön megalakult, ez 98 körül volt, és utána nagyon gyorsan megkerestek bennünket egy olyan lehetőséggel, hogy Németországból sikerül nagyon modern kórházi ágyakat szerezni a Máltai Szeretetszolgálatnak. És akkor hova ajánljuk fel, hova ajánljuk, megkerestem a Celi Kórházat, és Kovács főorvosét nagyon nagy örömmel fogadták. Komplett elektromos emelhető ágyakkal, éjjeli szekrényeket, lélegeztetőgépet, gyakorlatilag akkor a 2000-es évek elején teljesen kicseréltük az egész szülészeti berendezést. A kapcsolatunk akkor kezdődött, ő személyesen jött velem Győrbe átvenni, raktárból cipekedtünk, az egész osztállyal különben nagyon szoros kapcsolatunk volt, független attól, hogy személyesen mi akkor még ennyire nem barátkoztunk, de végül is örömmel konstatálom, hogy barátként emlegetjük egymást. A szülészettel kapcsolatosan csak annyit tudok mondani, hogy a főorvos úrnak a szerénysége gyakorlatilag olyan nagy mérvű, hogy nem is akart elmenni erre a prima, illetve nem is akart nevezni erre a prima díjra. Van egy olyan kisebb kis közösségünk, és gyakorlatilag mi próbáltuk rábeszélni arra, hogy végül is induljon el. Nem próbáltuk rá, is beszéltük nagy örömömre. És én azt hiszem, hogy ez a kitüntetés, ez csak egy nagyon-nagyon kicsi köszönet az ő tevékenységének. Őneki gyakorlatilag két családja van. Az egyik a kórház, a másik a tényleges család. És én azt hiszem, hogy ő első helyre talán a kórházat tette. És nem csak magát a kórházat, nem csak magát a szülőnőket, a nőgyógyászati betegeket, hanem a kórház szülészetén dolgozó ápolónők, asszisztensek, műtősnők, gyakorlatilag ő az ő családja. És én azt hiszem, hogy lehet, hogy a 30-valahány év alatt, 33 év alatt lehet, hogy nem is hiányzott a kórházból. Éjjel, nappal, akár otthon volt, akár nem, ő akkor is a kórházért élt. És nagyon nagy fájdalommal vette tudomásul azt, hogy megszűnt a Celi kórház. Azt meg különösen, hogy a Celi szülészet megszűnt. Ezt nem is tudta feldolgozni. Ezt a mai napig nem dolgozta fel, és én úgy gondolom, hogy ő ezért élt. Ez éltette. És ezt az életteret elvették tőle. A 2023 évi Vas vármegyei Prima díjat nyerte Dr. Kovács Antal.
Dr. Kovács Antal 1976-ban a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen diplomázott. Pályafutását Hargita megyében kezdte házi orvosként, majd Kolozsváron és Marosvásárhelyen szülészeti nőgyógyászati osztályon dolgozott. Szakorvosi diplomáját éppen 40 éve szerezte. 1990-ben osztályvezető főorvosi állását maga mögött hagyva a fekete márciusi események elől családjával Magyarországra települt. Celldömölkre a Kemenes-Aljai Egyesített Kórház szülészeti osztályára került, előbb szakorvosként, 3 évvel később már osztályvezető főorvosként tevékenykedett. Büszke rá, hogy az elmúlt 30 esztendőben a celldömölki kórházban történt szülések száma szinte minden évben 500 fölött alakult. Emellett a nőgyógyászati műtétek száma is jelentősen emelkedett. Nem csak Celldömölkről és Kemenes-Aljáról, de az egész megyéből érkező nőbetegeket, kismamákat ellátta, sőt az ország távolabbi településeiről is érkeztek hozzá páciensek. Az osztály és legfőképp a betegek, állapotos kismamák, szülőanyák érdekeit mindig prioritásként tartotta szem előtt. Hivatását empátiával betegcentrikusan gyakorolja, és ezt munkatársaitól is elvárja. Osztálya 2011-ben az év szülészete lett. Több fiatal orvos tőle tanulta a szakma fortéjait. A Kemenes-Aljai Egyesített Kórházért Alapítvány alapító tagjaként és a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattal fennálló jó kapcsolatainak köszönhetően sokat tett az ellátás fejlesztéséért, az osztály modernizálásáért. 2020-ban a pandémia alatt a celldömölki szülészet működését felfüggesztették. Azóta a szakrendelés és az egynapos sebészeti ellátás működik. Dr. Kovács Antal jelenleg a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház szülészeti osztályán dolgozik hetente 3 napot Szombathelyen. 2015-ben átvehette a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozatát, kitüntette a Vasvár megyei önkormányzat és Celldömölk városa is. Családjával Celldömölkön él, fia, lánya és 3 unokája veszi körül, velük tölti nyugdíjas éveit. Celldömölk város önkormányzata 3 intézményre vonatkozóan adta be az életjel elnevezésű pályázatot, mely által óvodák és általános iskolák részesülhetnek defibrillátor készülékben. A pályázatot meghirdető országos egyesület, a Mosolyért Közhasznú Egyesület elnöke Sós Nagy István november 29-én adta át a készülékeket Fehér László polgármesternek. Napjainkban már számtalan eszköz teszi lehetővé a gyors és hatékony életmentést laikusok számára is. Intézmények sora rendelkezik országos szinten defibrillátor készülékkel. Azonban még mindig nem elegendő a szám ahhoz, hogy minden tragédia elkerülhetővé váljon. Számtalan szervezet karolja fel tehát ezt az ügyet. Celldömölk város önkormányzatához pontosan egy ilyen egyesület juttatta el pályázati felhívását, melynek során életmentő defibrillátor készülékek gyűjtésébe kezdett a szervezet, Celldömölk városában Celldömölk intézményeinek. Az országos egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület elnöke Sós Nagy István november 29-én adta át a készülékeket a Városháza épületében Fehér László polgármesternek. Egy országos egyesület megkereste az önkormányzatot, hogy ők mind alapítvány működnek és járják az országot, és életmentő készülékeket adnak át intézményeknek, és nekünk önkormányzatnak is fel kellett mérni, hogy hova kerüljön egy készülék. Hát ez az elején úgy indult, hogy talán egy készülékre összejön egy olyan összeg, ami körülbelül 5-600 000 forint és vállalkozók adakoznak. Hát meg szeretném köszönni a celldömölkieknek, illetve a celldömölki vállalkozóknak, hiszen 3 készüléket tudtunk átadni. Ez azt jelenti, hogy olyan szintű adakozás volt a celldömölki vállalkozók, illetve celldömölki környékén, hogy ez közel így majdnem 2 millió forint értékű készüléket meg tudtak venni. Úgyhogy ezt még egyszer mindenkinek megköszönném a segítséget. A pályázatot megelőzően igényfelmérést végzett a hivatal, mely során 3 intézménytől érkezett pozitív válasz. Ezt követően a képviselőtestület döntésének megfelelően szeptember 30-ai határidővel került benyújtásra a pályázat a Celldömölki Városi Óvoda, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája, valamint a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola vonatkozásában. Ezt követően pedig az egyesület megkezdte gyűjtését, mely során celldömölki vállalkozókat, cégeket kerestek fel, akik jóvoltából mindhárom készülékára összegyűlt. Celldömölk város önkormányzatához nyár végén érkezett a pályázati lehetőség az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület jóvoltából. Életjel elnevezéssel gyűjtöttek defibrillátor készülékekre, melyeket általános iskolák, illetve óvodák kaphattak meg. Az önkormányzati hivatal igényfelmérést végzett ezen intézmények körében Celldömölk városában. Ezt követően a képviselőtestület elé terjesztettük az ügyet, és ők pozitív elbírálásban részesítették, tehát ezután benyújthattuk a pályázati adatlapot az egyesület számára. Az egyesület ezután felvette a kapcsolatot
kapcsolatot celldömölki vállalkozókkal, illetve cégekkel. Első körben csak egy készülékre gyűjtöttek, majd nagy öröm volt számukra, hiszen három készülékre is összejött az összeg. Azt az információt kaphattuk az elnök úrtól, hogy celldömölkön volt Szabolcs megyén kívül a legnagyobb adakozási kedv, tehát úgy látjuk, hogy minden celldömölki lakos nagyon szívesen ad a jó ügy érdekében. A készülékek hivatalos átadását követően az intézmények vezetőinek dr. Kovács Zoltán házi orvos, valamint Karádi Mihály korábbi mentős rövid tájékoztatást adtak a defibrillátor működéséről, valamint használatát megelőző fontos lépésekről. Felhívták a figyelmet arra, hogy használatba helyezés előtt mindenféleképpen győződjenek meg arról, hogy a beteg valóban nem lélegzik és nincs szívverése, és csak ezt követően kezdjék meg az eszköz használatát. Továbbá azt is kiemelték, hogy teljesen veszélytelen eszközökről van szó. Nem kell tartani használatuktól, amire természetesen remélik, hogy nem is lesz alkalom. Ezt követően pedig Kovács Ágnes, a celldömölki városi óvoda vezetője, Cupor Attila, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola igazgatója, valamint Somogyi Ákos, az alsósági tagiskola igazgatója, Fehér László polgármestertől vették át a készüléket. Mindhárman kifejezték hálájukat az önkormányzat, az egyesület, valamint nem utolsó sorban a támogatók irányába. És bíznak abban, hogy így még biztonságosabb helyé válhatnak intézményeik. Szívből köszönjük minden támogatónak ezt a lehetőséget, hogy egy ilyen életmentő készülék tulajdonosai lehetünk. Én nagyon remélem, hogy soha nem lesz rá szükségünk, viszont a biztonságérzetünket mindenképpen növeli, hiszen a mai világban kortól, nemtől függetlenül bármikor történhet nem várt esemény. Úgyhogy a beszerzett epipenek mellett azt gondolom, hogy ez emiatt, ettől a készüléktől még biztonságosabban érezzük magunkat. Először is szeretném nagyon megköszönni mindenkinek, aki által ez lehetővé tett, hogy ezt a készüléket az iskolánk megkaphatta, és amikor erre pályázni lehetett, akkor hát az volt nyilván első körben a fejemben, hogy bár sose kelljen használni egy ilyen készüléket, de ha 50 évben egyszer kell és azzal életet lehet menteni, akkor az van egy nagyon fontos eszköz, és örülök, hogy az iskolánkba egy ilyen eszköz kerülhetett, és hát, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy a dolgozóink, az iskolában dolgozók ennek a használatát is elsajátítsák, és hát tényleg reméljük, hogy használni viszont majd nem kell. Először nagyon szeretném megköszönni a támogatóknak a hozzájárulást, hogy hozzájárult ahhoz, hogy intézményünk megkaphassa ezt a készüléket. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hiszen ha probléma van bár iskolában, vagy éppen ott a környéken, akkor életet tud menteni, és nagyon szépen köszönjük még egyszer. Reméljük, hogy soha nem lesz rá szükség, de jó, ha van, és mindenkinek jó egészségben szeretném ezt megköszönni még egyszer. Kövesse az utasításokat. Távolítsa el a ruházatot a beteg mellkasáról. Ragassza fel az öntapadó elektródákat a rajtuk látható ábra szerint. A Cselekvő Összefogása a Celldömökért Egyesület Közéleti Kávézó című előadás sorozatában ezúttal dr. Szenes Zoltán nyugalmazott vezérezredes, volt vezérkari főnök, egyetemi tanár, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke volt a vendég. A Celldömök Ajtó a Világra címmel meghirdetett rendezvényen Fehér László polgármester beszélgetett a kemenesaljai származású és városunkhoz is ezer szállal kötődő, országosan is meghatározó karriert befutó katonatiszttel. A népes közönség soraiban a barátok, érdeklődők és tisztelők között helyet foglaltak a nyugalmazott vezérezredes egykori celldömölki osztálytársai is. A beszélgetés során az egykori kemenesaljai celldömölki emlékek mellett hangsúlyosan szóba kerültek katonai politikával, honvédelemmel és közélettel foglalkozó kérdések is. A beszélgetés televíziónk rögzítette, amit a TVCell felületein többszöri ismétlésben megtekinthetnek nézőink. November 30-án a KMKK színház termében lépett fel a Győrből érkezett Setup zenekar. A zenekar előadásában 11.45-től Hanyi Istok legendájjal elevenedett meg. Az előadásra a Szent Benedek Általános Iskolából, a Celldömölki Városi Általános Iskolából és tagiskolájából jött a közönség. November 30-án a KMKK színház termében lépett fel a Győrből érkezett Setup zenekar. A zenekar előadásában 11 óra 45-től Hany Istók legendája elevenedett meg. Az előadásra a Szent Benedek Általános Iskolából,
a celldömölki városi általános iskolából és tagiskolájából jött a közönség. A Setup zenekar célja a magyar hagyomány, főként a népzene ápolása. Gazdag anyagból válogathatnak, mindig van mihez nyúlniuk. Józsa Bálint, Kovács Árpád és Mayer Dániel különleges hangszereiken játszva, Lenner Karolina narrátor szövegével varázsolta az iskolás nézők elé a fertő hangság mesés világát. A marimba, a xilofon és a különböző hangutánzó effektek hangszerei a mocsár világában élő elvadult kisfiú történetét érezhető közelségbe hozták. A rábaközi népdalok a kemenes alján is ismerősen csengtek. Hírmagazinunk véget ért, köszönjük a figyelmüket! Adásunkat a következő napok folyamán többször megismételjük. A TVC műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs sávról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVC Facebook oldalán legújabb és korábbi híranyagainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!